Köszöntjük a kedves hallgatókat, a Szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Házból jelentkezünk. Zsidenyini Horváth Krisztinával beszélgetünk, a Művelődési Ház szakmai vezetőjével. Javában készülnek már az adventre is a Szőnyi Kulturális Egyesület tagjai. Mindenek előtt azonban egy nem mindennapi és nagyon érdekes program érkezik. December 2-án Töltsük Együtt címmel mesélj nekünk, kérlek, erről az izgalmas programról. Üdvözlöm a hallgatókat! Így van, december 2-án 9 órától egy komáromi jótékonysági kolbásztöltő veszik kezdetét itt a Petőfi Sándor Művelődési Háznak az udvarán, ahová ugye várjuk háromfős családi, baráti társaságok, közösségek, civil szervezetek jelentkezését. Reggel 8 óra körül megérkeznének a csapatok, regisztrálnak, elhelyezkednek, 9 órakor elkezdődik a verseny, majd 9-től 12 óráig kolbásztöltés, és 12 órakor pedig egy helyi hentes fogja bírálni, zsűrizni az elkészített kolbászokat. Nagyon fontos tudni, hogy 5 kg sertéshúst zsiradékkal megkapják a versenyzők, plusz belet hozzá, kapnak még egy darab sörgarnitúrát. Ezt az 5 kg sertéshúst és a belet a komáromi Vöröskereszt területi szervezete fogja biztosítani, hiszen a címében is benne van, hogy ez egy jótékonysági kolbásztöltő verseny, amiből 1 kg-t megtarthatnak majd maguknál a versenyzők, és a többi 4 kg-t pedig fel fogjuk ajánlani a Vöröskereszt által azoknak a rászoruló családoknak, akik a hátrányos helyzetben vannak, nekik a karácsonyát szeretnénk szebbé tenni ezáltal, hogy finom friss étel kerül majd az asztalukra. A versenyzők mindenféleképpen majd hozzák magukkal a kolbász töltéséhez és a kóstoló, mint a sütéséhez szükséges eszközöket, alapanyagokat, és előírás szerint legyen egy kis kézmosó edénykéjük. Ezt a napot más is fogja színesíteni, hiszen a Szőnyi Horgászok Egyesülete támogatni fogja ezt a rendezvényt. Ők pedig egy látvány disznóvágást fognak elé tárni az ide érkező érdeklődőknek, hogy egy kicsit visszanyúljunk a régi hagyományokban, hagyományőrzés céljából, és a látvány disznóvágás perzseléssel, darabolással, feldolgozásból fog állni, és 10 órától pedig az oldalasból, a tarjából és egyéb olyan részekből, ami itt a kemencében megsüthető, egy disznó torossal fogunk kedveskedni az ide érkező vendégeknek. A Szőnyi Kulturális Egyesület mellett a Szőnyi Dolgozók Sporthorgász Egyesülete is nagyon nagy szerepet vállal. Ez mellett forradborral, teával és pálinkával is fogunk kedveskedni az ide érkező vendégeknek. Tehát akkor lényeg az, hogy most egyelőre várjuk a háromfős csapatok jelentkezését, hogy minél többen legyünk, hogy minél több kolbászt fel tudjunk ajánlani azoknak az embereknek, akiknek az asztalára amúgy nem kerülne karácsony napján ilyen finomság. Igazán szép ez a kezdeményezés, és hol lehet jelentkezni a szőnyi disznóságokra? A szőnyi kultúrház @gmail.com e-mail címen elsősorban, hogy a 0670 436 01-es telefonszámon várjuk a jelentkezéseket. December 2-a után pedig nem sokkal már a Mikulás időszaka van, Szőnybe is érkezik majd az öreg szakállas. Így van, mindenképpen érkezni fog. December 5-én mi már egy Mikulásváró családi bábszínházzal kedveskedünk, ahogy benne van a nevében is családi, tehát várjuk a családokat, apukát, anyukát, nagymamát, és persze a gyerekeket. Télapó és Ezüstmackó kis bábmesére, amit bizonyára sokan tudnak, hogy Marék Veronika írt, és sok fiatalnak olvasta az édesanyja, édesapja Etájt ezt a mesét, és ugye ezt most színpadra viszi a Ne Felejts Bábszínház. December 6-án itt a Hősök terén 16 órára érkezik hozzánk a nagyszakálló, úgyhogy várjuk a gyerekeket. 16 óra után körülbelül 16:30-ra vagy 17 óra körül már Mulajba is megérkezik a Mikulás, úgyhogy a mulai gyerekek is várják majd. Itt a Petőfi Művelődési Házba pedig egy Mikulásváró játszóházzal készülünk a gyerekeknek, családoknak. Hogy készül az Egyesület az adventre, mit hoz az advent a szőnyieknek, illetve az ide látogatóknak? Elég színes programkavalkád veszi kezdetét. December 7-én 18 órától az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskolának a karácsonyi koncertje lesz itt
a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Majd december 9-én egy, szerintem még nem volt ilyen Komáromban, egy adventi képzőművészeti vására várjuk az érdeklődőket, és nem árulok el titkot, ha már mondom, hogy 14 képzőművészeti kategóriában alkotó vesz részt majd ezen a képzőművészeti vásáron, ahová elhozzák pár alkotásukat, és ezeket meg lehet vásárolni, hogy a karácsonyfa alá helyi művészektől is kerülhessen a fa alá ajándék, például Bognár Balázs, Andruskó Zsuzsi, Csiszár Erzsébet, Semsei Lászlóné, Kaszab Kinga, Németh Szilvia, Balogné Bújdosó Ildikó, Csuport Lajosné, Pintér Andrea, Szili Ferenc, tehát nagyon sok ismert művész fog részt venni estén, ezen a vásáron. Még folyamatban van, úgyhogy az is lehet, hogy 20 művészt is tudunk erre az estére, erre a délutánra biztosítani azoknak az embereknek, akik ilyen alkotásokat szeretnének a karácsonyfa alá rakni, és természetesen ott egy-két meglepetés programmal is készülünk ezen a napon. December 14-én, szintén 18 órakor, Vágó Zsuzsi és Kocsis Dénes adventi műsorát az Ünnepeljünk Együtt címmel láthatják és hallhatják az ide érkezők, akik ugye előzetesen regisztráltak erre az eseményre. A hagyományos december 15-én 17 órától karácsonyváró hősök teri programmal várjuk nem csak a szőnyieket, hanem ugye a város minden részéről az ide látogatókat. A színpadunkon az előző évek hagyományait tovább véve a szőnyi bölcsödések, óvodások, iskolások, Mártai Szeretetszolgálat, és ugye a szőnyiek lépnek elsősorban a színpadra, majd Vastag Tamás koncertjét láthatják és hallhatják az érdeklődők. Ez mellett számtalan kiegészítő programunk lesz, ami a legérdekesebb idei év legérdekesebb eseménye, hogy szintén egy jótékonysági vásár kerül erre az estére, ki a Hősök terére, hiszen a színes óvodán lesz egy jótékonysági vására, amivel ugye támogatjuk a Színes Óvoda Alapítványát, és ott a szülők által készített kézműves termékeket vásárolhatják meg a programra kiérkezők, és ezen kívül lesz a Kemence Egyesülettől kürtös kalász, lesz kolbász, szaloncukor, narancs, lesznek kézművesek is ebben a pár órában kint a karácsonyi terünkön, a Hősök terén. 15-ével sem zárul be ez a programkavalkád. 21-én a Bozsik József Általános Iskola műsorával szeretnénk kedveskedni a lakosságnak, akik mindig nagyon-nagyon szép és színvonalas műsort szoktak összeállítani, és ugye most a karácsony az advent szellemében próbálnak egy kicsit ott már ünnepek előtt közelebb vinni minket lélekben és hangulatban ehhez az ünnephez. És természetesen évünk zárásaként december 31-én egy fergeteges bacsus szilveszteri bállal készülünk, amire így már mondanám, hogy nincsen hely, mert egy pár nap alatt betelt a művelődési ház, annyira nagy volt az érdeklődés, hogy körülbelül 3 bált is szervezhetnénk egymás után. Az nem hangzik jó, hogy már nincs jegy, viszont mégis jól hangzik, hogy megtelt a szilveszteri bál, hiszen látszik, hogy egy élő és gyarapodó közösségről beszélünk, amikor szörnyről beszélünk. Elhangzott, hogy az egyik programhoz, Vágó Zsuzsi és Kocsis Dénes műsorához regisztráció szükséges, ugyanazon a felületen telefonszámot tudunk ide is regisztrálni. Így van, a szörnyikultúrház@gmail.com e-mail címen, és ugye az előzőekben említett telefonszám számon lehet majd regisztrálni erre az eseményre is. Köszönöm szépen, és hát akkor sok sikert a programhoz. Én köszönöm, és akkor hát kellemes ünnepeket kívánunk mindenkinek, és várjuk a szeretettel a lakosságot a szőnyi programjainkra.